Sziasztok, sziasztok, nevem Gábor Lázs, itt vagyunk a CES 2019-en, ahol nem csak persze notebookokról, hűtőkről, tévékről, mindenféle nagy dolgokról van szó, hanem kisfontos dolgokat, amit minden nap felhasználunk, mint a Seer meg a Lassie-tól, külső hardrive-okat is beszélnék meg mutatni, hogy minden napokban mi például mikkel dolgozunk, vagy szeretnénk igazából dolgozni, mert még nincsenek ezek a piacon persze. Előzőben már láttuk, hogy van a Lassie-nak, hogy a Seagate-hez tartozik, egy külső SSD-je, ebből most már van egy új változat, ami szép Space Gray-ben és sima szürkében is majd kapható lesz, ilyen fémházban gyönyörű, egy kicsit még élesek a sarkak, kicsit valakit bántani is tudnék vele, de különben amúgy nagyon gyönyörűen néz ki, és USB-C-vel 540 MB per másodpercet tudunk majd olvasni róla, és írni mindig egy kicsit lassabban. Ezt a dobozt kell majd keresni a boltokban. Hogyha SSD kicsit túl drága nekünk, nem kell az a fontos, hogy gyors legyen, de még mindig a design is számít nekünk. Van HDD, tehát Winchester-es megoldása is az egésznek, kicsit lassabb, de ez is USB-C-s, és itt látják, a Mobile Drive-nak hívják. De a Seagate az anyacég, és igazából róluk kell beszélni, mert ők ebben az évben 16 terabájtos külső hardrive-ot 3,5 incses méretben hoznak ki, és a jövőben úgy néz ki, hogy akár 100 terabájtos hardrive-ig ezt majd még tovább tudják fokozni a méreteket, de az arra még persze majd egy pár hónapot még várni kell, egyelőre csak 16 teránál tartunk. És hogyha nem egy olyan nagy hardrive-ot akarunk venni, mert igazából igaz, inkább a sebességre hajtunk, akkor most van egy új FireCuda is, méghozzá az 510-es NVMe SLC technológiával, ami több mint 3 GB per másodpercet tudunk majd írni és olvasni róla, tehát egy jó Samsung konkurensnek lehetne nevezni, akár Kingston vagy más cégekkel is konkurálni tud, itt a Seagate, tehát erősek nem csak a hardrive-ban, hanem az SSD szegmensben is, és amikor ezt megtaláltam, mellette volt egy jó kis aranyos nas. Én kicsi nast még nem láttam, szállalósul legalábbis. Ez úgy hívja, hogy DS416 Slim, és a Seagate persze úgy függ az egészen össze, hogy kihúzok belőle itt egy 2,5 inches drive-ot, itt akár egy hard drive-ot lehet belerakni, de látjátok, 4 terás SSD-t találtam benne. Remélem még van benne egy pár, de majd persze ezeket leteszteljük nektek, hogy hogy működik, ez már csak egy 240 gigás, persze kinek mennyi pénze van, mennyi sebességet, méretet akar ide belerakni, persze érdemes mindegyikben mindegyik hard drive-ot ugyanolyan méretben ide belerakni, hogy jobban lehessen raidezni, de mindegy, vannak itt nagyon sok érdekességek a CES-en. Köszönöm, hogy néztetek, ez volt egy pár Seagate és Lassie újdonság, remélem tetszett nektek a videó, és még látok egy pár érdekes képet, én mindjárt például, hogy lehet átölni egy falon, 34 kamerával felveszik, 8 kamerával felveszik meg ilyenek, és miért is kell ennyi adatot igazából felhasználni ezekre. Köszi, legközelebb is, sziasztok!